A Magas Hegyi Sportcentrumban mutatták be azt a három filmet, amelyet a Zemplén Televízió munkatársai készítettek, Zemplén épített és természeti örökségeiről. A filmek sátorolja Újhely épített örökségét, a Bodrogzug és a Longerdő élővilágát és Zemplén népi építészetét mutatják be. A filmbemutatón a polgármester azt mondta, örül, hogy három olyan alkotás készült el, amellyel büszkén állhatnak a televíziósok a közönség elé. Nagyon örülök annak, hogy az újabb olyan alkotás, illetve három olyan alkotás készült el a szakmai munka, a Újhely munka eredményeképpen, amelyel büszkén állhatunk ki a város és a térség bármelyik más térsége a városra való összehasonlításban. Sátoralja Újhelyről több film készült az elmúlt két évtizedben. Ahogy a város arculata változott, úgy születtek az újabb és újabb alkotások. A legújabb filmet Szabó Máté és Suhanesz Péter készítették. 30 percben mutatják be, hogy ők hogyan látják ezt a várost. Ennek a filmnek az a célja, hogy azok, akik itt laknak, akik itt élnek, azok ugyanúgy szeressék Újhelyt, mint ahogy mi. Ugyanúgy lássák meg azokat az apró pici értékeket, és a filmben egyébként törekedtünk arra, hogy részleteket mutassunk. Ne nagy képek legyenek, hanem egészen pici, apró, kis finom motívumokat próbáltunk megjeleníteni, hogy ezekre figyeljenek fel az emberek. Ott járnak minden nap mellettük, látják őket minden nap, és mégsem veszik észre. Tehát egy ilyen törekvés is volt ebben a dologban. Remélem átjön a filmből az, hogy mi mit érzünk igazából a város iránt. A Bodrogzug és a Longerdő élővilágáról szóló filmet Kassai Balla Krisztina és Rozgonyi Tibor készítették. A zempléni népi építészetet László Mária és Koncz Viktor mutatták be a közönségnek. A Zemplén Televízióban a kezdetektől erős szellemi műhely működik. Az elkötelezett, a szakma fogásait jól ismerő és alkalmazó szerkesztők, operatőrök és vágók a televízió két évtizede alatt sok értékes, díjnyertes alkotást készítettek. Nagyon örülök egyáltalán a lehetőségnek. Ezúttal is köszönöm a Líder Hajcs helyi csoportjának, illetve azok vezetőinek, hogy lehetőséget adtak erre a film megvalósításra. És hát természetesen azt kell mondjam, látszik az eltöltött, a televíziózásban eltöltött idő, kiforrott szép munkákat láttunk, amiben látszik a több mint 10 éves szakmai tapasztalat. A három film Zemplén természeti és épített örökségét mutatja be, és egyben megszólítja a nézőt, hogy járjon nyitott szemmel, fedezze fel, ismerje meg, becsülje ezeket az értékeket, amelyek csak egy karnyújtásnyira vannak tőle. A filmeket először a Zemplén televízióban láthatja a közönség, majd a helyi televíziók együttműködésének segítségével más térségek kis televíziói is a műsorukra tűzik.